Csak azért is, csak azért is. Leesik. Hopp, mindjárt dobok egy hátast is szolidan. Megöl a messzeség. Szoktam nyáron főtenni a motorburkolatot, mert ugyanis itt van az EGR-nek a visszavezető csöve, itt azért van hő, és látod, itt van a korbács, itt van a kábel, és amikor azt mondják, hogy leesik róla az adagoló, valójában ezek a kábelek olvadnak meg. És jó, tettek rá egy ilyen hővédő genyát, de ugye az annyit ér, mint halottnak a beöntés. A szásznak egy vége, hogy elolvadnak itt a vékony vezetékek, és akkor meghal az adagoló, mert ez egy mechanikus adagoló, elektronikai vezérléssel, tehát semmi bonyolult nincs benne. Úgyhogy szásznak egy vége, ezért nincs rajta nyáron a burkolat, hogy tudjon a srác szellőzni. Tudjon a fickó szellőzni. És most jön kedvencem. Lekapjuk innen, mert én ezt még sose vettem le. De sikerült jó. Mert ez most csak nekünk útban lesz. Gyűlnek a kacatok, de ez még mind semmi. Igen, ő is útban van, de ő a levegőszűrő. Na.
korábban. Itt alatta van, itt látjátok, turbószabályzó szelepről. Nem dugjátok vissza. No, akkor a dagolót kompletten nyomócsövekkel együtt kifordítottam innen. Hát ezt a kábelt előre húzzátok, és szépen ki lehet fordítani. Le kell tisztítani előtte mindent. És akkor most jön szelep deknek a leszerelése. Így ezen az oldal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 csavar fogja le a szelepet.
Eva. Akkor levesszük a fém turbó összekötő csövet. Így kell kiforgatni. Letesszük így, ami van benne olaj, az szépen hasonljon ki. Maga kedvére. Jó, és akkor jöhet, ami még nem volt, azaz levesszük a bal, helyesebben a menetirány szerint számolunk mindig a jobb szeletbeknit. Legyünk egy kicsit odafigyelve, oda körültekintőek, mert kurva drága. Tehát megint tömítés, nekem új van fönt, és nem szeretném elszakajtani, bár nem olyan könnyű elszakítani, de mi szokott sikerülni. És akkor itt van a mi kis szeletbeknénk. Hát itt meg is csodáltuk rögtön a vezérlést, de most nem csodáljuk meg, mert most odébb megyünk. Így, ügyesen. És levesszük ezt az oldali csuklót is. Nem tudom miért van az, hogy már alig állok a lábam, én pedig nem iszok már. Ugye reggeli feleseimet is már elhagytam a két hete, mert semmit nem ért már. Én tényleg egészségügyi okok miatt ittam az unikumot, majd egy évig, de már semmit nem ért. Még minek igyom. Jó. Oké, a balhé csúcsú. Jó, hogy ez a hete. Így ide forsítossan le tudjuk majd oda forgatni. És akkor jött a tenkes kapitánya, aki oda csap full sanyarbetlen át. Így mondás ez. Lehet, ma már többször nem akarom lesarkalni a kedem. Thank you.
50.000 kilométerre ezelőtt én motorhibással vettem, hát a vezérmű tengelyek szarrá voltak kopva, és 50.000 kilométerre ezelőtt ugye tettem bele 4 új vezérmű tengelyt, 24 koptatót, 24 himbát, 24 hidrotöltőt, tömítéseket, komplett új vezérművet cseréltem rajta, külső, belső vezetőkkel, görgékkel, szíjakkal, minden kurvanyával. És most karbantartásnak indult a manőver, éreztem majdnem úgy, tehát be kell taposni, húzzam. Aztán mondom, maghely tisztítás úgy lehet, hogy befigyel, de először kukkantsunk be a feleddekni alá. Bekukkantottam, itt baloldali engersornál 5-öt vagy 6-ot köpött ki, jobboldali engersornál 1-et köpött ki, és akkor visszatettem, meg volt minden, tehát mellé kiköpte, meg volt minden, tehát vissza kellett pakolni, de hát ugye túlképzett Isten barma nagyon jól tudja, hogy amit már egyszer kiköpött himbát, ott már hidrotőke baj van. Nem, paraszt hülye gyerek, visszarakja, mert ő az ász, ő a jampi, visszaraktam, csattogott, jó? Szétszedtem megint, akkor tettem bele, végül 12 rosszat találtam, beletettem, még jobban csattog. Jó, akkor rendeltem 24 új tőkét, akkor küldtek nem belevalót, először Skodáét, az 33 feles, utána küldtek 36/13-as valóedbe, az már módosított blokk. Utána küldtek bele 34 felest, jó, és most megszereztem, azt mondja, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akkor megszereztem a izét. A 36 feles. És vadi újak azok is. És most azt fogom beépíteni. Hát egyelőre itten, eftársaim, itten nincsen hidrotőke kiköpés. Egyik hengernél sem köpött ki, de mocskosul kopog, csattog, de majd hogyha kivettem a tőkéket, a helyből tőkét, a fenét, a vezérmű tengelyeket, ha kivettem, akkor fog választ adni arra a kérdésre, hogy mennyi a rossz, és mennyi a jó, de igazából kéne már a kocsi, mert már le kellett volna mennem a gyerekemmel Balatonra, és
Jó, akkor kibírnál, csak a lábam nem, nem tudok kuplungolni. Két napig használtam Opelkát, EBD-t elugrok. Meg is dagadt a lábam. És hogy inkább nem erőltem, hogy ha nem használj Opelkát. Na és akkor jött a tentes kapitánya. A sok kacatot elrakjuk innen, mert ez most nem kell. Úgy, ami nem kell, dobáljuk oda a francba. Jön a szar, van még a szar is. Most meg fogok teríteni. No, nem ebéd megy. Na, fordítom ki a... Fordítom ki a cumit, a cumót. A cumekot. És... Ide szeretném majd... ...megvenni a kollekciót. De még lekapjuk a... Ez is egy szép halál, maga nemében. Tondantontos van az utolsó buli. És akkor ugye itt a tandem pumpa, szembeállunk vele, akkor itt a kifogó mellett fönt van egy csavar, itt van fönt még egy csavar, és ott lent besülyezve van a harmadik imbusz, fogja ötös imbusz, fogja a fickót, azzal tudunk benyúlni. Az előbb még itt volt a kis indus, az ötös. De ugye az előbb volt. Ez mondja, most van. És akkor emlékeimbe kutatva már is van tudni. Az alsó csavar már mindig leesik. A csavar, a kulcs. Ilyenkor megy a összinti káromkodás. Egyértelműen fölülről jön itt a kopogás. Ha azt gondolom, férfiasan már az is megfordult bennem, nem esett az. De ez a motor ez úgy állt le, hogy használtam ezt a kocsit. Tehát még lenne csak így odafigyeltem rá. Időben. Hát én 8000-enként dobom ebből ki a olajat. Opel kábel. 4-5000-enként ebből 8.
mocsi kúz olaj van már benne, motorba, váltóba, szervóba kell cserélni. Tehát akkor veszettük a szelepdekniket mind a két oldalról, kivettük a tandempumpát. Most már csak a föllazítás van hátra, hogy a tengelyeket hogyan lazítsuk föl. Először is ugye ki kell venni az injektoroknak a leszorító füleit. Ezt nagyon észre kell csinálni, mert hajlamosak megszakadni úgy le, úgy fölhúzás, tehát meghúzásnál vagy lelazításnál megszakadnak. Ezért én felváltva szoktam lazítani őket, ami annyit jelent, jelen esetben, hogy nem a nagy krovával állok neki, mint balondod anyjának, hanem a kicsivel. És egész pontosan így lazítom őket. Van olyan kolléga, aki azt mondja, hogy csak a belsőket kell először föllazítani. Nem tudom, ez így egy szar ötlet volt. Csak jöjjön a nagy krova, mert ezzel így elunom az életemet. És az nem jó. Ha én elunom az életemet, miközben. Itt láss, munka folyik, de ezt a rohadt nyomat, ez az elektromos fúró se tudom odébb tenni, inkább bugdás van benne. Ja, ez 12-es, bocsánat. Bocsika! Akkor hol a 10-es? Ja, hát rajta a fúrón, mert azért bugdácsolok van rajta, mert itt ordít az elektromos szar, hogy itt van a kulcs, ami neked kell, paraszt gyerek. Győződtünk róla, hogy megy kézzel, akkor tegyünk próbát. Ez még nem megy. Thank you.
És hogy ezeket leszették, nincsenek rajta a lefogató vackok, akkor jöhet az érdemi munka. Kivesszük még a delejét is. És akkor most jön az igazi lényeg, hogy hogyan is lazítsuk föl. Ha elkezdjük esetlenül, innen megkezdjük, és akkor lazítjuk végig, az hadd szóljon, úgy járunk, mint a BMW-nél, bár ezek teli tengelyek, de például a Vanos tengely szokott a második hengernél eltörni, tehát ennek is megvan a szifilisztikája. Hogyan is. Megindulunk innen. Hol az a prób, amit az előbb elhajítottam? Jaj! Most bocsánatot kérünk tőle. Most már kis kravát újat. Tehát egyet lazítunk rajta. Itt mondjuk még a másik verzió, nem a tengely törik el, hanem szépen eltörik a csésze. És akkor megint nézhetünk, mint süket gyerek a moziba. Mert azt bontóban tudsz kunyerálni, újat, új csészét te már nem veszel. Higgy nekem. Jó. Mert ugye így egyszerre szedtük fel a kettő tengelyt, ugye majd fog is szépen, majd egyszer csak hopp. Főpattan, nem, ez nem annyira hajlamos, inkább a másik oldal, de ugye az ördög sosem alszik. Akkor egyenlőre csak lazítgassunk rá. Egyszer benne, hogyha idézek, csinálnám csőkúcsa. Azt is keresgéljem. Akkor már túl vagy szerszámozva, nem találsz már semmit. Ha csak egy szerszám készleted van, akkor mindjárt megvan mindened.
az itt nem jó terve. Ez ki a tőcsvarostom, mert ez már megszakadt párszor. És olyan tőcsavar van benne, amilyen. Olyan tőcsavar van benne, amilyen. Acélnak mondott. Made in China. Bentre indul, hogy 0, és itt van kint, hogy 6. Tehát a csészék jelölve, számozva vannak. Amit most kiszedtem, az a 0. Értelemszerűen ez az 1-es. Meg van feszülve. Jó. Átmeneti feszülés volt. Jól csinálom. Csak nézni szar. De ez meg nem gond. Kicsinségekkel nem foglalkozunk. Így. És akkor kiemeljük. Az egyes, a felső tengelyünk, és itt van az alsó tengelyünk. Most potyogott le. Ugyané. Tehát idáig eljutottunk. És akkor újabb terítés következik. A turbónak a csavarja. Újabb terítés következik. No, nem a Bentley-t fogom teríteni. Ne örömködjünk, elvtársak, ne örömködjünk.
Most kinek a pólója? Lányomé vagy a feleségem? Mindegy. Valakinek a pólója a családban. Hozom a ballisztikus mágnest. És akkor kezdjük meg. A manővert. Itt van egy tőke. Bocsánat, tőke helyett himba. Egy benne maradt valahol, azt mondja, hogy az egyes, kettes, a hármas. Egyes, kettes, hárma, egyes, kettes, hármas, a négyes maradt itt bent. Ide be is helyezzük, így né, anyag eleganciával. Hát a másik oldala, egy, himbát és hidrotőkét mindig ugyanoda tegyetek vissza, honnan kivettétek. Hát, négy, öt, hat. És akkor most megszemléljük, hogy hány tőnkénk van nekünk, ami szar. Hát ugye az összes. Úgy az összes. Na mindegy. Próbáljuk meg az erősebb magnetit. Nézzük, hát ha nem, akkor jön a vízpumpa fogó.